50 középiskola, mintegy 280 diákja és tanárai kaptak meghívást a 2020. december 3-án és 4-én immáron 15. alkalommal megrendezett Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójára. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont által közösen 2012 óta évente 2 alkalommal megszervezett esemény idén rendhagyó módon online valósult meg. Ez olyan, mint hogyha a tévében nézi az ember a foci meccset, vagy tényleg ott van a stadionban. Tehát, de az az igazság, hogy így is átjöttek a legfontosabb információk, és tényleg én csak azt tudom mondani, hogy gratulálok a szervezőknek, mert a kialakult helyzetre való tekintettel tényleg nagyon jól megszervezték ezt a konferenciát. A gyerekek örültek neki, a lehetőségnek örültek, hogy akár az online térben is együtt vannak a többiekkel. Általánosságban, amikor értékelnek minket, ebben az évben is nagyon jó pontszámokat kaptunk a diákoktól. Mindenki úgy nyilatkozott, hogy ajánlaná másnak ezt a konferenciát, még így is a virtuális térben is, mert nagyon hasznos tud lenni. Én úgy gondolom, hogy mindenkibe volt egy kis hiányérzet a személyes találkozások elmaradása miatt, de alapvetően egy nagyon jó színvonalon sikerült megrendezni a konferencia. A találkozó díszvendége ezúttal a Weizmann Intézet professzora, dr. Ada Jonáth, izraeli Nobel-díjas biokémikus volt, aki 2009-ben a ribosóma szerkezetének és működésének kutatásáért megosztott kémiai Nobel-díjat kapott Venkatraman Ramakrishnannal és Tomasz Steitzel közösen. A kétnapos programsorozat fő célja, hogy inspiráló környezet megteremtése révén minél korábbi életszakaszban az orvosi és a természettudományos területekben rejlő lehetőségek felé fordítsa az ebben az irányban érdeklődő, tehetséges, középiskolás fiatalok figyelmét. Ezt segítette a találkozó nyitó program eleme, amikor is a diákok a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány által megvalósított Szegedi Tudós Akadémia program szakmai példaképeinek, a Szent Györgyi mentorok előadásait hallgathatták meg. A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont vezető kutatói azon szakmai eredményeikről számoltak be a diákoknak, amelyek eléréséért az alapítvány a korábbi évek során talentumdíjjal jutalmazta munkájukat. Volt, aki most jött először és hallgatott ilyen előadásokat. Bár már máskor is voltak előadások, de ez egy teljesen más azért kis téma. És olyan lelkesedéssel beszélt utána, hogy én magam is meglepődtem. Pedig online vagyunk, és mindenki azt mondta, akik már voltak, hogy ez teljesen más volt. Az alapítvány 2013-ban alapította meg a Szent Györgyi Talentum díjat. Elnyerésének feltétele, hogy a felfedezés a nagy előtthöz hasonlóan Szegeden végzett kutatáshoz és a Nobel-díj mintájára egyszeri felfedezéshez kapcsolódjon. A 2020-as év díjazottja dr. Nagy László, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet Biokémiai Intézetének munkatársa, akire a hifás soksejtűség evolúciós eredetének feltárása összehasonlító genomikai módszerekkel témában elért kiemelkedő kutatási eredményeiért esett a választás. Az elismerést dr. Varró András, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint dr. Hegyi Péter, a Szegedi Tudós Akadémia programigazgatója adta át. Én azt gondolom, hogy egy olyan csapatot sikerült összerakni itt Szegeden, amivel nagyon, nagyon hatékonyan és nagyon jól tudunk a gombák genomikának területén kutatni. Az egyik összetevője ennek a sikernek talán az, hogy jó kérdéseket teszünk fel, és nagyon jó az intézményi és a pályázati hátterünk. Ez egy nagyon szerencsés dolog. A másik az az, hogy a csapat is elképesztően jó. Tehát nem is nagyon kívánhatnék ennél jobb összetételű csapatot. Itt én azt szoktam mondani, hogy nincsen szükség csapatépítő tréningekre nálunk, mert az már adott. Úgyhogy talán ez az, amire én nagyon büszke vagyok, hogy elképesztő jó a társaság, amivel együtt kutathatok.
A Talentum díj mellett az online konferencia keretében átadásra került két másik rangos elismerés is. Az év Szentgyörgyi diákja címet Dobos Dominiknak ítélte az alapítvány vezetősége, aki évekig aktívan, kiemelkedő eredménnyel vett részt a Szegedi Tudós Akadémia középiskolai képzési programjában. A középiskolás éveiben folytatott tudományos kutatásáról tartott előadásában a humán keringési rendszer felépítését, működését és betegségeit analógiásan bemutató modellről és szoftverről beszélt az érdeklődőknek. Azt hiszem, Thomas Alverizon mondta azt, hogy a siker az nem, az csak 1%-ban tehetség és 99%-ban munka, munka, munka. És én tényleg ezt a munkát tartom, és az alázatot, az ehhez kapcsolódó alázatot, meg a sok összetevőt, ami a munkával kapcsolatos. Gondolok itt most az, hogy amit csinál az ember, azt szeresse, valamint, hogy tényleg étnapon látéve dolgozzon azon, hogy valami jót, valami a társadalom számára hasznosat csináljon. És hogyha valami ilyesmit csinált, és talán van hozzá egy kis tehetség is, akkor gondolom azt, hogy valami igazán sikeres tud lenni. A szombathelyi diák felkészítő Szentgyörgyi tanára Baranyai József, az ELTE Bolyai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa volt, aki szintén elismeréssel beszélt egykori diákjáról. Nem vagyok különösen tehetséges, de szenvedélyesen kíváncsi. Én azt gondolom, hogy a Dominikra ez jellemző, hogy szenvedélyesen kíváncsi. A tanórákon is mindenhol tényleg csak kérdezett. Tudtuk, hogy a Dominik mindig, ha van egy előadás, utána kérdezni fog. Ő mindennek utána járt. Ő rendkívül kíváncsi. Én azt gondolom, hogy ez a kíváncsiság az egy akkora motiváció benne, és hihetetlen energiákat tud mozgósítani azért, hogy valamit megvalósítson. És én azt gondolom, hogy a Szegedi Tudós Akadémia azért volt jó az ő számára, mert óriási motiváció volt. Az év Szentgyörgyi hallgatója címet idén Meszlényi Valéria Éva nyerte el, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának 6. éves hallgatója, aki 5. éve részese a Szegedi Tudós Akadémia egyetemi képzési programjának. Valéria Szentgyörgyi mentora dr. Siklós László, junior mentora pedig dr. Patai Roland. Mindketten a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai. Kutatómunkájuk fő irányvonala a biológiai mikroszerkezetkutatás, valamint az akut és krónikus neurodegeneráció. Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember egy olyan területet válasszon, ami igazán érdekli, és a szabadidejében is, már konkrétan a szabadidejét szívesen áldozza erre, mert ugye ez egy ilyen egyetemi program, és az évek során ugye a kötelező órákon felül járunk a laborba, és töltjük ott a szabadidőnket, úgyhogy szerintem mindenképpen fontos egy olyan témaválasztás, ami úgy megmozgatja az embert, és tényleg így az ember lát benne lehetőséget. A találkozó első napján a résztvevők betekintést nyerhettek a Szegedi Tudós Akadémia készülő diákotthonába is. A műemléki épület, ahol a tervek szerint az akadémia székháza és kollégiuma fog helyet kapni, Szeged belvárosában található. A kivitelezési munkák ugyan még folyamatban vannak, már most jól látható, hol lesznek a kollégiumi szobák, az étterem és a Szegedre látogató nemzetközi mentorok részére kialakított lakosztályok. A konferencia második napján került sor a Szentgyörgyi mentorok laboratóriumainak virtuális bemutatására és a szokásos kerekasztal beszélgetésekre. Ez a rendezvény leginteraktívabb része volt. A Szentgyörgyi középiskolás diákok és a Szentgyörgyi egyetemista hallgatók 8-10 fős csoportokban online platformon tudtak élő eszmecserét folytatni a hallgatók szakmai munkájáról és a Szegedi Tudós Akadémia program egyetemi részében rejlő lehetőségeiről. Online térben való azért konferencia szervezésnek ugye van egy, lehet egy olyan hátránya, vagy olyan visszaütője, hogy nincs egy személyes kapcsolatunk. Valamennyire, ugye egy kicsit ilyen idegenül hangzik, de ugye nincs visszajelzés. Ezt mi tanárok nagyon jól tudjuk, hogy jó, hogyha látjuk a diákoknak a szemét, hogy értik, nem értik, mennyire fogadóképesek, és hát egy ilyen esetben ez nem mindig jön össze. Erre nagyon jó volt az, amit itt a szervezők megvalósítottak, hogy például mindig volt valami teszt, valami visszajelzést kértek a diákoktól, az elhangzott előadások, vagy a laborok,
akár az érzékenyítő előadás után is. A délutáni program legfőbb célja az volt, hogy a találkozó résztvevő végzős középiskolásokat megismertesse a gyönyörű Szegeddel. A város által kínált oktatási, kulturális és szociális lehetőségekkel, valamint a Szegedi Tudományegyetemmel, ahová a sikeres felvétel alapfeltétele annak, hogy a diákok a Szegedi Tudós Akadémia egyetemi képzési programjához csatlakozhassanak a következő tanévben. Ez a konferencia tulajdonképpen elsősorban a gimnazistáknak szól, és hát a gimnazistákat, különösen azon gimnazistáknak, akiket a biológia tanáruk már felfedezett a gimnáziumokba, hogy érdeklődnek a természettudományi kutatások iránt, és gondolkodnak azon, hogy valamilyen szinten a kutatás az életüknek egy része legyen. Jelenleg már több mint 2000 ilyen diák volt, illetve van a programban 173 gimnáziumból. Elsősorban nekik szeretnék megmutatni, hogy van tovább. Ez egy életpálya modellként is fölfogható ez a program, hiszen a kutatói karrierjük kezdeti lépésébe bemutatjuk nekik, a gimnazistáknak, hogy milyen világban az egyetemisták között, a kutatást végző egyetemisták között, utána már bekapcsolódnak, akik a posztdoktori fázisban vannak, a mentorok, a junior mentorok, senior mentorok, szintén egyfajta életpályát mutat be nekik, és hát azért minden évben átadott díjak a Szegedi Tudós Akadémia által az évente egy alkalommal a legjobb szegedi orvosbiológiai kutatásokért adott díjat, ami hasonlóan a Nobel-díjhoz egy egyszeri felfedezésre járó díj, és hát utána még mindig ott van a Nobel-díj, amit szintén meg tudják hallgatni azon előadását, és tudnak diskutálni azon kollégákkal, akik egyszerűen fölértek a csúcsra. Most már azt mondhatom, hogy elég jól megismerkedtem ezzel a programmal, meg a rendszerrel, és hát én úgy érzem, hogy ez tényleg egy nagyon jó lehetőség, és egy nagyon jó kezdeményezés, és tényleg mindenkinek, aki részt vesz benne, nagyon sokat ad, és nagyon sok lehetőséget is biztosít. A kétnapos találkozó fénypontja Ada Jonát professzorasszony előadása volt, aki Next Generation Antibiotics címmel tartott előadást a hallgatóságnak. A diákokat a témában korábban megtartott felkészítő előadás segítette a Nobel-díjas tudós gondolatainak megértésében. Az előadást követően Ada Jonát élő bejelentkezés keretében állt a diákok rendelkezésére, és megválaszolt minden hozzáintézett szakmai és személyes jellegű kérdést egyaránt. Köztük a legfontosabb kérdésre is, hogy véleménye szerint mi is a siker titka? Curiosity and passion to work. That's all.